amikor megnyitottunk, itt összesen 19 szék volt, és 4 asztal, és úgy indult, és most meg már nagyon sok mindenük van a gyerekeknek. Először jöttem, akkor ugye nem ismertek a gyerekek, meg semmi, és akkor itt játszottak, és akkor meglátták, hogy itt sétálok befelé, és akkor Kati néni, jön valaki, és eldobták mindent, és akkor rohantak oda nyakamba, és akkor értettem meg, hogy Isten mekkora ajándékot adott ezzel. Tehetünk valamit azért, hogy erre néhány órára, amíg nálunk van, addig jól érezze magát, és lehet, hogy nem annyira látványos, vagy csak éppen apró dolgok, de azért ez hosszú távon szerintem képes megváltoztatni az életüket. Háznyitását megelőző 5 évben tábort szerveztem a dévai gyerekeknek, Körösbányán, egy meseszép kolostorban, én így kerültem kapcsolatba az alapítvánnyal. Egyébként egy könyvet olvastunk a legjobb barátommal, és Csaba testvér egyik könyvet, és elhatároztuk, hogy kimegyünk, megnézzük. Így indult a részemről, aztán megismertem a feleségemet, és aztán ez lett a végzetem, meg ő. Érettség után kimentem Erdélybe, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik otthonába, Dévára, és onnan jött az ötlet, mikor hazajöttem főiskolára, utána úgy döntöttem, hogy nem mennék vissza Erdélybe, hanem itthon is van elég olyan gyermek, akinek segítenék el, és akkor így jött az ötlet, hogy itt Magyarországon is indítsuk el ezt a két házat. Mitől vagy ilyen poros? Elmondod? Megszeretem a falat. Olyan gyerekekkel foglalkozunk, akik a penge élén táncolnak abból a szempontból, hogy a családban maradhatnak, vagy sem. Mi arra tettük le a voksunkat, hogy a gyermeknek a családban a helye, akármilyen rettenetesek is a körülmények. És ezeket a körülményeket mi tudnánk tompítani, de a gyermek nincs veszélyben otthon, akkor ez így jól működik. Itt délután mindent megkap, amit a család kellene adjon, majd hazamegy aludni, tehát a kötődése nem szakad meg. Nem lesz gyökértelen, nem gyermekotthon vagy lakóotthon, vagy nevelő szülő neveli, hanem családban, és illetve kis segítséggel mi. Most éppen nincsen, de sokszor van olyan, hogy önkéntes napra a szülők is feljönnek, ha ráérnek éppen, és akkor segítenek nekünk is. Igazából szerintem az elején nekik is furcsa volt, hogy mi ez, meg hogy itt vannak a gyerekek estig, most pedig már elfogadtak minket teljesen, és sok szülő hálás is azért, hogy itt lehet a gyermeke, és elvisszük táborba, foglalkozunk velük, sok szép új ruhát kapnak, meg ugye este meg csak hazamennek aludni. Van egy apuka, aki esténként hónap elején, amikor ő megkapja a havi fizetését, akkor hoz a gyerekeknek édességet, gumicukrot. Azt hiszem, hogy úgy lehet velük együttműködni, hogy beleillenek ebbe a nagy családba. Igazából jó érzés vidám gyerekek között lenni, mosolyt kapni, ölelést kapni, főleg a kicsikkel, hogyha valaki jön és beül az ölembe és ad egy puszit, vagy hogyha mondjuk elaltatni az óvodás gyereket, mert az óvisok közül van, aki nálunk alszik, és nem az óvodában, és akkor azt látni, hogy igazából, tehát öröm ez, amikor vagy egy sikerélmény, hogy akkor most én altattam el, vagy én meséltem neki. Meg jó látni a fejlődésüket is, tehát akár az iskolai eredményekben, hogyha jön, és hogy most 5-öst kaptam erre vagy arra, amit előző nap együtt tanultunk. Tehát ilyen apró sikerélmények, amik nagyon motiválnak. Látjuk az arcukon, hogy boldogok, hogyha valamit kaphatnak tőlünk, és öröm az, hogyha ők örülnek, és hát itt szeretni kell a gyerekeket szerintem. Az Isten gyermekségét. Tehát ugye a Bibliában az van, hogyha nem tértek meg, és nem lesztek olyan, mint a kisgyerekek, akkor nem mentek be. Na és itt ezt megéled, hogy milyen kisgyereknek lenni. És igazából pont ez az, amit hazaviszel, és otthon is kisgyerek maradsz. Úgyhogy ezért is nagyon, nagyon sokat ad ez nekem. Mi úgy működünk, hogyha valaki kopogtat az ajtón és hoz egy kiló zsírt, akkor van vacsorára zsíros kenyér. Hogyha emellé még valaki jön és hoz 2 rúd szalámit, akkor a zsíros kenyérre van szalámink. És ez ugyanígy a krumplival és a krumpli főzelékkel és rá a feltéttel. Azt hiszem, hogy amit valaki a saját családjában adna az ő gyermekének,
és megszorozza hárommal, akkor azt kell itt elképzelni. Mindig vannak olyan emberek, akik szívügyüknek tekintik Csaba testvérnek ezt a misszióját, és kiszámíthatatlanul, de működik.